Gyengyet ad, a kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb a rónaságom. Köszönjük tanáraink kedvességét, szigorát, humorát, törődésüket és gondoskodásukat, egy szóval sok éves munkájukat. Az álmok a tanárral kezdődnek, aki hisz benned, és aki állandóan oszogat. Hálával gondolok tanáromra, és az élet ezer bajai közt sokszor keresem szelíd arcát, mert megszoktuk, hogy ő segített rajtunk, ha kellett. Ismerte és szerette összes tanítványát, még a rosszakat is szerette. Azt mondta, hogy azoknak nagyobb szükségük van a gyámolító kézre, és azt is mondta, hogy nem csak ő tanította a diákjait, hanem tőlünk is tanult sok mindent. Búcsúzunk iskolánk dolgozóitól is. Köszönjük az irodákban végzett munkát, a portai felügyeletet, a tiszta gimnáziumot és kollégiumot, az otthonos külső és belső környezetet. Köszönjük az álmos reggeliket, a fáradt ebédeket és az esti kikapcsolódás kezdetét jelentő vacsorákat. A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a lélek állapota. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az ember akár 16 éves, akár 66, csodára szomjazik. Olyan fiatal vagy, mint a hited, és olyan idős vagy, mint a csüggedésed. Fiatal marad az ember, amíg képes befogadni a szépség és az öröm hírnökeit. Kedves diáktársaink! A diák életnek számunkra így gyönkön vége, de rátok és az együtt átélt élményekre sokáig emlékezni fogunk. Folytassátok a hagyományokat, mint a Szecskalvató, Mikulás, Farsang, Tolnai napok. A hétköznapok közös örömei, esetleg bánatai során, néha gondoljatok ránk a parkban, vagy gyöng szórakozó helyein. Mi már tudjuk, hogy a barátság az élet egyik legszebb adománya. Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azok a láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el, mert nem a világon keresünk még akkor barátokat, hanem barátaikban lehetünk fel az egész világot. Drága szüleink, nagyszüleink! A köszönetek sorát veletek kellett volna kezdeni, hiszen nektek köszönhetjük az életet. És ezzel együtt mennyi minden. Az érettségi után a gimnázium védőszárnyai alól visszatérünk hozzátok egy kicsit, aztán vár bennünket a nagybetűs élet. De ti minden sorsfordulónál ott lesztek velünk. Hol közelről, hol távolabbról érezzük majd a tőletek kapott szeretetet. Amikor még pici voltál, olyan nagyon enyém voltál. Rám nevettél, nekem sírtál. Mikor később nagyobb lettél, mindig messzebb, messzebb mentél. Melletted most kicsiny lettem, ágaskodik hát a lelkem. Húzol engem te fölfelé, mint a napfény maga felé fát, virágot, lomboságat, fölemeled az anyádat. Kedves szüleink! Most egy szelvirággal szeretném kifejezni szeretetünket és mindazt, amit szavakkal olyan nehéz elmondani. Thank you.
ünnepeljük, az oldnapon tréfásan elbúcsúztunk a gyerekkortól. Most pedig hamarosan átadjuk az iskola zászlaját a 11. évfolyam képviselőinek. Az ünnepeim után visszaballagunk az osztálytermeinkbe, majd családi körben ünnepeljük meg a ballagást. Hétfőtől pedig az érettségi vizsgán próbáljuk bizonyítani, hogy érett emberré váltunk. Ezután az érettségi bizonyítvány megszerzésével és az élet következő próbatételei során azt szeretnénk bizonyítani, hogy a gimnáziumi éveink sikeresen megalapozták a jövőnket. Egy szűk nap alatt felnőtté váltunk, új életre szül, de búcsúztató, friss tavaszi nap. Nézzetek még utánunk egy kicsit, amíg a nóta elvékonyodik, amíg az utca sarka átakar, ott hallgat a dal, ott mádunk magunkra teljesen, ott próbáljunk hajózni új vízen. Térgeérte Lehrer, liebe Mitschüler, Eltern und Gäste. Mit großer Aufregung sind wir vor 4 bzw. 6 Jahren durch das Tor des Gymnasiums getreten, während wir stolz daran gedacht haben, dass wir endlich Gymnasiasten werden und schon groß sind. Und jetzt, am Morgen des neuen Lebens, nehmen wir halb weinend, halb lachend Abschied voneinander. In dieser Zeit denkt jeder nach, von wem man Abschied nehmen muss. Sehr geehrter Lehrer, entschuldigen Sie uns für alle Streiche und Schwierigkeiten, die wir bereitet haben. Diese taten wir nicht mit schlechter Absicht. Wir sind jung und rebellisch. Wenn wir jetzt weggehen und im Leben erfolgreich werden, ist das Ihre Zuwendung und liebevolle Lehrtätigkeit zu verdanken. Vielen Dank für das Vertrauen und die Hoffnung, was wir bekommen haben. Liebe Eltern, wir danken euch, dass wir unseren eigenen Weg gehen konnten. Wir wissen noch nicht, wie schwer es ist, die Hand solcher Menschen loszulassen, mit denen uns 1000 Gefühle verbinden. Wir danken euch, dass ihr bis jetzt zu uns gestanden seid. Ja, wir sind Erwachsene, aber für euch bleiben wir immer die Kinder, deren erste Schritte ihr begleitet habt. Wir haben alles getan und werden alles dafür tun, dass ihr auf uns stolz sein könnt. Glaubt uns, ein Kind schreitet auf dem Weg nur, um ein stolzes Lächeln am Gesicht der Eltern sehen können. Liebe Erdlössler, ihr glaubt vielleicht noch nicht, aber auf euch wird das nächste Jahr verfliegen. Nutzt deshalb alle wertvollen Minuten aus. Genießt die Freude des Lachens in den Pausen und was am wichtigsten ist, prägt einander gut in euer Gedächtnis ein. Ich denke, es bleibt nicht übrig, wir müssen gehen. Der Wechsel und der Abschied sind schwer, aber nötig. Die schlechten Erinnerungen bleiben im Hintergrund und wir erinnern uns nur an das Schöne. Das scheint die Ordnung des Lebens zu sein. Wir kommen immer an andere Orte und immer wenn wir uns schon an den neuen Platz gewöhnen würden, müssen wir wieder weitergehen. So wird das Leben zu einem ewigen Kreislauf. Wir verabschieden uns mit dem Zitat von Anatole France. Alle Veränderungen, sogar die meistersehnten, haben ihre Melancholie. Denn was wir hinter uns lassen, ist ein Teil unseres Selbst. Wir müssen einem Leben Lebewohl sagen, bevor wir in ein anderes eintreten können.